Itt állunk a Rákospatak és Csömöri utca sarkán, ahol egyszer csak egy betonüzem létesült. Nem is tudtunk róla, hogy ilyen van. Pár hónappal ezelőtt még itt nem volt semmi. Egészen hihetetlen módon gyártják itt a betont, és ahogy ott az egyik munkatárs elmondta ennél a betonüzemnél, értékesítik is ezt a betont. Én úgy tudom, hogy semmiféle környezetvédelmi engedély és semmiféle zuglói engedély nincs arra vonatkozóan, hogy itt betonüzemet lehet létesíteni. Minden esetre a képek magukért beszélnek, ezt mindenféleképpen szeretnénk kivizsgálni, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egy ilyen környezetszennyező beruházás folyik Zuglóban, úgy, hogy mi erről zuglóiak semmit nem tudunk. Mézgödrök vannak, és nagyon-nagyon szakszerűtlenül tárolják és kezelik ezt a betont, illetve az ehhez kapcsolódó anyagokat. Ez egy nem egy kis biznisz. Jó lenne tudni, hogy mi folyik itt.